Elindult az online előjegyzési rendszer a József András Oktatókórházban. Elsőként a szülészet nőgyógyászati részleg szakrendeléseit tesztelték a rendszert. Az internetes időpontfoglalás kényelmes, korszerű, ezért ösztönzik a kórházak az online időpontfoglalás bevezetését. Csak egy kattintás otthonról is be lehet jelentkezni a szakrendelésre a Nyíregyházi Kórház internetes felületén. Az ssbmk.hu előjegyzés NH oldalon el lehet érni elektronikusan, és ki lehet választani, milyen vizsgálatra szeretne jelentkezni a páciens. A nagyobb forgalmú osztályokon nagyobb a várakozási idő is, egy-egy vizsgálatra, a betegek pedig nem szeretnek várakozni, így amellett, hogy meggyorsítja a rendszer a betegellátást, kényelmesebb, kulturáltabb, és az időpontfoglalás igazodik a beteg igényeihez is. Ma már a lakosság hozzászokott az elektronikus ügyintézéshez a közigazgatásban, a hatósági ügyekben a mindennapok részévé vált az online felületek használata. Kellő rutinnal is rendelkeznek az emberek ezeknek a rendszereknek a kezelésében. A József András Oktatókórház nőgyógyászati szakrendeléseinél fontos, hogy akik elektronikusan jelentkeznek, vigyék magukkal a fogadási napra vonatkozó e-mailben visszaküldött igazolást. A tervek szerint a megyei kórház újabb szakrendelésein is alkalmazza az online időpontfoglalást, ha a rendszer gördülékeny lesz és beválik. Dr. Leskó Tibor szülésznőgyógyász a vendégünk. Jó estét kívánok! Köszönöm. Miért éppen a szülészetnőgyógyászat? Van sejtésem, gondolom azért óriási forgalommal dolgoznak. Így van, és ugye a szülésznőgyógyászok nagyon sok dologban úttörők. Például tetszik-e tudni, hogy a szülésznőgyógyászok alkalmazták először az orvostudományban az ultrahangot. Tehát itt a technika ott tart manapság, hogy ezt mi akartuk, és a kórház vezetése felé olyan lépéseket tettünk, hogy a kórház vezetése ezt elfogadta, magáévá tette a gondolatot, és azt mondták, hogy hát próbáljuk meg. Csak hogy legyen fogalmuk a nézőknek, hogy milyen forgalmat bonyolít a szülészetnőgyógyászat járó beteg ellátása éves szinten, napi szinten, ott mekkora tömeg fordul meg? Óriási. Egyébként évente a járóbeteg forgalmunk 85-90 ezer ember. Most ez a megye adottságaiból is van, hogy gyakorlatilag itt Nyíregyháza környékén nagyobb kórház nincs, és az egész megyéből ugye 490 ezer ember van a megyénkben körülbelül. És abból a nagy része Nyíregyháza, a József András kórház felé le ezt az ellátási körzetet. Ebből, és természetesen, mivel mi vagyunk a ugye második lépcső, ezért a kisebb kórházakból is tanácsot adunk, konziliumot adunk, tehát hogyha akár Kisvárdáról, akár Mátészalkáról, akár Fehérgyarmatról, vagy Vásárosnaményból, vagy a progresszív betegellátást, de itt a járóbetegellátásban is segítünk, de a progresszív betegellátás keretében természetesen szeretettel várjuk és fogadjuk a betegeket, pacienseket. Mennyire fordultak elő extrém helyzetek? Tehát volt olyan, hogy több órás várakozás után került be egy-egy beteg a rendelőbe? Igen, de betegnek ezt megélni nehéz, mert ha elkezdődik egy rendelés, van egy elej és vége, van egy első és van egy 45. beteg. Tehát kimegyünk is, hiába jön a 45. kiselőre, mert csak az elsőt tudjuk megnézni, utána a másodikat, a harmadikat, a negyediket, és így tovább. Na most mindenkinek a egyéni problémája, a saját baja a legfontosabb. Tehát ez, igen, a hölgyeknek. Na most nyilván erre kitaláltunk egy olyan, hogy az súlyosabb betegek, akik véreznek, valami elsőbséget, tehát azoknak van egy zöld folyosó. Tehát azt a sürgőségi rendszeren keresztül veszük. Na most, hogyha egy egyszerű rákszűrésre jön tanácsot kérni, fogamzásgátlós, milyen, stb. Azoknak hát be kell állni a rendszerbe. Olyan rendszerbe, ami mindenki számára kényelmes. Ha elmegyek az OTP-be, hiába pénzemhez vagy nem, vagy egy kereskedelmi bankba, be kell állnom a sorba, vagyok, aki vagyok, én is beállok és veszek egy zetlit, és várok a pénzemre. Na most az, hogy mi gyógyítunk, kezelünk, pacienseket fogadunk, várjuk őket, hogy elmondják a véleményüket, segítsünk nekik, hát ezeket el kell. És ezért gondoltuk, hogy jobb ez az előjegyzés, hogy tudjuk, hogy rohanunk, rohanó az élet, tehát siet mindenki, tehát ha időpontot, konkrét időpontot kap,
akkor kevesebbet kell ott várnia. Hogyan tud működni párhuzamosan? Ugye említette, hogy egyrészt van egy sürgősségi, illetve minél komolyabb eset, annál inkább elsőbséget élvez, akár egy járóbeteg szakrendelésen is. Tehát egyrészt ezt is figyelembe kell venni, másrészt ugye az online előjegyzések alapján azért valamennyire tartani kell azokat az időpontokat, amiket beígért a kórház akkor, amikor azt az időpontot váltotta valaki. Ugyanakkor nem mindenkinek van lehetősége, nyilván egyre többeknek, de azért van egy viszonylag széles réteg, aki idegenkedik az internetes felületektől, és nem szeretné ezt használni, akkor ő továbbra is oda megy reggel 8-kor, és mindig elé fog sétálni az, akinek online időpontja volt, vagy hogy fog ez működni így párhuzamosan? Puding próbálja az evés. Mindent meg kell próbálni, és utána majd alkotunk róla véleményt. Tehát ez még kísérleti, elindultunk, 10 000 lépés és egy lépéssel kezdődik, meg kell tenni az első lépést. Na most itt az első lépés ez úgy néz ki, hogy egy nap egy órát lehet foglalni interneten, különböző időpontok vannak kialakítva. De most már a 5 éves gyerekek olvasni nem tudnak, a interneten kapcsolatot létesítenek, 6 éves, 7 éves, 8 éves gyerekek, tehát mindig a jövőbe kell nézni. Természetes. Tehát először egy órát, hogyha fog menni a dolog, és miért nem menne a dolog, akkor ezt az órát fel lehet bővíteni. Na most nekünk 9 rendelésen indult el. Hogyha felhívja a kórházat valaki, akkor ide kapcsolják, oda kapcsolják, és megpróbálják a megfelelő szakrendelésre beírni. Erre most is mód is lehetőség van. Telefonon ezen túl is. Így van, természetesen az 599-703, ez 599-703, ez a szülészeti nőgyógyászaton cseng, és onnan a diszpécserünk beírja az illetőt az adott szakrendelésre. Na most, aki tudja, hogy melyik szakrendelésre akar menni, és van egy kis internetes ismerete, az ssbmk.hu honlapon elér minket, és onnan egy előjegyzés, egy zöld ablak felnyíl, onnan kiválasztja a telephelyet, tehát a gyerekházát, és onnan beírja az adatait, beírja, hogy milyen osztályt keres, egyenlőtt csak a szülészeten indult el, és onnantól pedig bizonyos dolgokat ki kell tölteni, hogy hol érjük el, stb. És lefoglalhatja arra a szakrendelés, a genetikai ultrahang, gyermeknőgyógyászat, onkológiai szakrendelés, egyéb ultrahang, nőgyógyászati szakrendelés, egy rákszűrés, egy receptírás, mindent, hogy lefoglalja az adott időpontot. Most más paciens ezt nem tudja, hogy Kovács Gézánél lefoglalta, mert ez nem jelenik meg, csak az jelenti, hogy az a dolog már foglalt, és erről majd mi egy e-mailbe visszaírunk neki, hogy május 29-e délután 14 óra 30 perc az ön időpontja. Mennyivel előre lehet időpontot rendelni? Három héttel. Néhány napja már működik ez a így rendszer. Van. Mi az eddigi tapasztalat? Jobbak az eddigi tapasztalataink, de hát bizakodóan nézünk a jövőbe, úgyhogy még gyakorlatilag meg se hirdettük, és egy hét alatt már 12-en jelentkeztek. Tehát ez nagyon jó. Főleg a fiatalabbak, de nyilvánvaló, hogy egyre híre megy, ugye, nem olyan nagy ez a város, híre megy, reméljük, híre megy mindenfelé, és akkor egyre többen fogják ezt. Kényelmesebb, mindenféleképpen kényelmesebb. Valószínűleg van egy fiatal réteg, aki nem is feltételezi, hogy nincs ilyen. Tehát na, de abból hát indul ki, hogy ez természetes. A nagymamának is van unokája. Hát a nagymának jutott segíteni az unoka. Mert megbeszélik, hogy most segítsél, és akkor ott van az unoka, és azok már ezekben benne vannak. De hogyha nem mondom a telefonos dolog, azt nem él. De valóban azért úgy gondolom ez a jövő, az internetes informatikai. Így van, és mondom, hogy mindenki visszajelzést kap, hogy az adott időpont, hogy az csak az övé. És akkor, amint elhangzott a bejátszásban, ezt vinnie is kell magával, ezt a visszajelzést. Így van, hogy elhozzam. Dr. Leskó Tibor, köszönjük, hogy nagyon köszönöm, hogy itt lettem, és szeretettel várunk mindenkit. Kezdjük sokkal.